Augusztus második felére kellett összepakolniuk az óvónőknek és a dajkáknak, hogy elkezdődhessenek a munkálatok. Amire szükség lesz az új helyen, dobozokba kerültek. És már ott várják a kicsiket és a nagyokat. Szobodánkból három helyszínre fognak a gyerekek kerülni. A legkisebbeket, vagyis a menőmanó csoportosokat nagyon sok szeretettel várja az Zrínyi utcai bölcsöde. A legnagyobbakat, a hangyacsoportos gyermekeket nagyon sok szeretettel várja a Zöldfa utcai óvoda, és a középső nagycsoportosokat pedig a Viola utca fogja befogadni vendégségbe. Az elmúlt években két óvoda felújítása már megvolt, így ugyanaz volt a gyakorlat, mint akkor. A nem használatos csoportszobákba, vagy éppen tornaszobába költözhetnek ideiglenesen a gyerekek. Sok mindent visznek magukkal. Minden olyan felszerelés tulajdonképpen játékeszközöktől kezdve bútorig, evőeszközig, ami nem fogja befolyásolni a nevelési év minőségét, mert hogy attól, hogy mi vendégeskedünk, attól természetesen a nevelési év ugyanúgy fog folyni, és minden gyermek számára ugyanúgy fog megvalósulni. Tehát a napi rendünk is ugyanúgy meg fog valósulni, a heti terveink is, a nevelés-oktatás folyamata is teljes mértékben. Ez a helyzet az alkalmazkodásról szól. Az udvaron újak lesznek a játékok, illeszkedni kell az adott intézmény jól bevált napi rendjéhez is. Rugalmasságot kíván gyerektől és szülőtől egyaránt. Természetesen, hogy kérjük a szülőknek a megértését, a rugalmasságot is, és a türelmüket, mert előreláthatólag október 31-ig leszünk vendégségben ezeken a helyszíneken, és bízunk benne, hogy utána hamarosan visszaköltözhetünk ide az óvodába, ahol minden nagyon szép lesz.